magyar kormány rendkívüli hangsúllyal kezeli a közlekedés fejlesztés világát, azért is, mert a versenyképességünket egyértelműen befolyásolja, és azért is, mert véleményünk szerint a következő időszakban, a következő uniós ciklusban 2020 után már nem lesz akkora lehetősége Magyarországnak közösségi forrásokat felhasználni, mint most van 2020-ig. A jelentős mértékű forrásokról már többször kaptak híreket, és azt gondolom mindenki, akinek e területen van tennivalója, az kellőképpen tájékozott, azt is jól tudja, hogy olyan fontos dokumentumokat fogadtunk el az elmúlt időszakban, amelyek alapvetően meghatározzák, hogy mi, mikor és hogyan történjen a közlekedés fejlesztés világában. A magyar kormány rendkívül komoly kihívások elé néz, és komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy amit uniós forrásból nem tudunk megvalósítani, azt mindenképpen hazai költségvetésből, a magyar emberek teljesítménye nyomában, keletkező bevételekből tudjuk teljesíteni. Több mint 1000 milliárd forint lesz annak a vége, annak a számnak a vége, amit a ciklus végére Magyarország hazai forrásból a közlekedés fejlesztésre fordítani fog.